Jó, ennyi bevezetés után most fejest ugrom egy pillanatra a kvázi tudományba, de ígérem, hogy nem leszek nagyon tudományos. De minden esetre ide szeretnék idézni egy a 90-es évek legelején lezárult bosszú vizsgálat sorozatot, amelyik arra kérdezett rá, hogy min múlik gyerekeink boldogulása, beválása. És mindjárt azt mondom, hogy az egyik eredmény szerint az iskolában megtanult anyag eminensek esetében is ezt maximálisan 18%-ban befolyásolja. Tehát valami máson múlik 82%-ban az is az életben való beválás, sok más vizsgálatot ismerünk, mely szerint az iskolai beválás nem korrelál, nem egyezik meg az életben való beválással. Ennek sokféle oka van, de egyet el szeretnék majd mondani az értelmi intelligenciát illetően, ha elfelejteném, szóljanak. De akkor vajon mi ez a 82%, amelyik döntő ilyen szerepet játszik az életben való későbbi beválásunkban? Természetesen a sokféle vizsgálat nagyon bő anyagot adott, de én most ezt összefoglalom, és azt mondom, hogy még csak nem is az értelmi intelligencia, hanem az EQ, az emocionális kvóciens, az érzelmi intelligencia. Zárójel Daniel Goleman érzelmi intelligencia című könyvében ezt összefoglalja, többször is megjelent magyarul, utána lehet nézni. Mi az, hogy érzelmi intelligencia? Nagyon sokféle módon megfogalmazhatjuk, de például az, hogy kibírom önmagamat, nem leszek magamtól depressziós, ami már egy jelentős eredmény, de kibírom a feleségemet, a férjemet, a gyerekemet, a szüleimet. Miért bírom ki? Azért, mert tudok decentrálni. Még az érzelmi intelligencia fontosságának feltételezése előtt Mérei tanár úr egyik kedvenc szava volt a decentrálás. Mi az, hogy decentrálás? Ez azt jelenti, hogy egy pillanatra feladom azt a normális állapotot, hogy én vagyok a világ közepe, ugyanis mindig így érzékeljük a világot, és így éljük át. Centrum vagyok, és kihelyezem ezt a centrumot. Decentrálok. Kihelyezem a 15 éves lányomba. Most én látom őt valahogy, tudom nagyjából, hogy. De most ő vajon hogy lát engem, a világot, önmagát, stb. Decentrálok. Később mondták empátia, vagyis az érzéseimmel kiszállok a másik emberbe, és onnan veszem szemügyre a világot. Az érzelmi intelligencia ezt teszi lehetővé, hogy a munkatársam, főnököm, beosztottam, szüleim, gyerekeim, házastársam, ma meg tudjam érteni, mert érzelmi intelligenciám van, és ez egész szociális helyzetemet befolyásolni fogja. És ez a szociális helyzet, ez döntően fog hatni értelmi tevékenységeimre is. Valami más fontos, még az agyban is, Damasio híres vizsgálatai, hiába sértetlen az értelem, valami más is kell, ami ezt az egészet egy egységbe foglalja, és ebben az egységes világlátáshoz segít. Tehát ezek az eredmények, amelyek a 90-es években születtek, ezek arra utaltak megint csak, hogy ennek a fejlesztésére volna szükség, vagy ennek a kibontakoztatására. Hogyan bomlik ki az érzelmi intelligencia? Hát először is a családba mélyezti a gyökereit. Az érzelmi biztonság megadásába. Vajon magzati kortól, vajon újszülött kortól kapott-e
érzelmeket, a gyerek személyes érzelmeket. Megtanulta ezeket kapni játékokban és egyebekben, csiklandozásban, höcögtetőkben, dobálós játékokban, lovagoltatókban, duruzsolókban, mondókákban, stb. Mert ez így közvetődik, nem úgy, hogy jaj, de aranyos, jaj, de kedves, hogy szeretlek kisfiam, ez így kicsit intellektuális, hanem ennek a játék, ezek fajta a játékok, a közvetítői és a hordozói, tehát megkapta-e, el tudta-e őt fogadni, bár egészen más, mint a testvére. Netán az a szörnyűség történt, hogy rám hasonlít, amit soha nem szerettem volna, mert én olyan szorongó voltam, és ő is szorongó. Ez felháborít. El tudom ennek ellenére fogadni? Ha el tudom fogadni olyannak, amilyen, és nincs bennem egy kép, hogy tudom, hogy milyennél akarom tenni, ez neki érzelmi biztonságot ad, személyes érzelmet kap, elfogad és viszonoz. Személyes érzelmet kapni, elfogadni és viszonozni, ez érzelmileg igényessé tesz. Kamaszkorban megvéd a sodródástól. Még akkor is, ha szeretnék sodródni. Nem tudok, mert érzelmileg igényes vagyok. Tudom, milyen az személyes érzelmet kapni és viszonozni. Tehát ide mélyezti a gyökerét, a szabad játékban, a mesehallgatásban és mindezekben bomlik ki a kisgyerekkorban, majd az iskolában, a művészetekben. Howard Gardner, a Harvard Egyetem professzor azt kérdi a 90-es évek elején, mi jut eszükbe a kormányoknak, hogy verbális 75%-ban 5 év alatt garantáltan felejtésre ítélt tanulni valóban tömik meg az iskolát, és ezzel kiszorítják a művészeteket, amikről tudjuk, hogy milyen döntő fontosságból nem művészeket kell képezni, az érzelmi intelligenciát, az együttműködést kell hagyni felnőni. Ez egy merőben új dolog, már Kodály Zoltán megmondta, az énekzenei általánosról szólva, ami persze később nem ez lett, hogy nem művészeket akarunk képezni, hanem a művészetek közegében akarunk felnevelni a gyerekeket, mert akkor tudják kibontakoztatni a személyiségüket. Botfülű gyerek pedig nincs, mondta Kodály. Azaz mindenkit fel kell venni, ez a mindenki iskolája, ezt is ő mondta. Ehhez képest a magyar közoktatás állóvízébe hullva, az énekzenei általános iskola olyan lett, hogy lement az óvodába, kereste az abszolút hallású gyerekeket, a nagyszerű ritmus érzékű gyerekeket, stb. Stb. Mert azokkal lehet kerületi, városi, járási, megyei, stb. Versenyeket nyerni, és egy egész másfajta dolog lett belőle, tisztelet a kivételnek, mint aminek eredetileg indult. De persze nem csak Kodály, nem csak Howard Gardner, nem csak Rudolf Steiner, aki nagyon korán körbe a gyerekeket az értelmi intelligencián kívül közismereti tárgyak, a művészetekkel érzelmi intelligencia, és a cselekvéssel, kézművességgel, kézimunkával és egyebekkel, a Waldorf iskolában cselekvéses vagy performációs intelligencia. Tehát körbe rakom-e a gyereket a lehetőségekkel, vagy egy lehetőséget ismerek el, a verbalitás, amely ráadásul nem fejleszt ki azokat a dolgokat, amelyek később oly fontosak lesznek. Ez az alapkérdés. És ez az alapkérdés minden közoktatásban és minden alternatív pedagógiában is.